Ez itt a rap terápia, tesó a rap terápia, szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia, fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia, hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, a rap terapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem NB, vagy NB itt a stúdióban. Ciao, szia! Hey, jó, sziasztok! Na ezt gyorsan tisztázzuk le, mikor először voltál itt NB-ztelek, aztán mindenki mondta, hogy NB, most már annyi helyen hallottam, hogy NB, hogy lehet, hogy én tudom rosszul, hogy NB? Tök mindegy. Ezt a szájt terjesztette el így a KimiTube után, hogy ő szólított így, hogy NB, és akkor innentől mindenki. De amúgy így NB-ként kezdtük el, de ja, igazából ez ilyen lényegtelen is. Mindegy, igazából Natural Born, aztán kész. Ennyi. Ugye most, ami miatt itt vagy, ez a Belépő című lemezed, ami most jelent meg, egy hete se? Yeah, igen. Abszolút, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi hova lépünk be. Gyorsan mondjuk is el a hallgatóknak, hogyha szeretnétek kérdezni NB-től, akkor írhatok nekünk SMS vagy Viber üzenetet a 06 35 29 07 55-ös számra, illetve a Rap Terápia Facebook oldalán keresztül, amire vagy rákerestek a keresőbe, vagy a facebook.com/Rap Terápia gyöngyös, úgyhogy ide jöhetnek a kérdések. Na, Belépő. Na de akkor hova is? Belépő egy új világba. Hú, igen, ezt nem beszéltük meg, hogy az egyszavas válaszokat, ugye? Jó, ja, persze. Na, de világos. Na, akkor kezdjük azzal, hogy az NB az most egy MC továbbra is, vagy most már egy formáció? Egy formáció, de már régebben is egy formáció volt, szóval amikor már összeálltam a Lois Viktorral, aki velem DJ-zett, akkor már lekerült az MC a nevemből, és akkor lett egy ilyen kétfős NB formációs. Onnantól kezdve mindig már csak csapatban zenéltünk, úgyhogy ez maradt ugyanúgy most is. Világos. A csapatot azért tegyük össze, hogy áll össze az ötös. Először hárman kezdtük el, úgyhogy Kis Péter gitárossal, utána Vakakorp DJ-vel, és aztán csatlakozott Péter Filili, aki énekel, és Jamal, aki dobol és beatboxol. És ugye te, mint rapper. Én megnyomom, igen. Abszolút. Ez úgy néz ki, hogy mivel te hoztad össze a brigádot, te vagy a főnök, és mondjuk a te csapás irányodat követi mindenki, vagy ez egy demokratikus rendszer? Hát általában úgy az én ötleteim úgy mindenkinek tetszeni szoktak, szóval nem nagyon szokott. Egyébként azon nagyon jó, már a hármas felállásban is, ahogy elkezdtük, azt szerettem a legjobban, hogy a Peti, ő inkább a mainstreames vonalat képviselő, inkább olyan zenéket hallgat, olyan világból jött, és meg ugye a Punelin keresztül ismertem őt meg, a Gábor, a Süttil meg igazából a nagyon koszos underground világból jött, és ő abszolút a tök ellentétét képviseli, mondjuk, amit a Peti. És hogyha valamit kitalálunk, és mind a kettőjüknek az tetszik, akkor az oké. Okay. Akkor ez így oké. Okay. Igen, a Vakakorp az már rajta volt a korábbi Rimbiózis lemezen scratchelt például. Tehát, igen, hogy ő azért egy hosszabb ideje van benne a te életedben ilyen szempontból is. Igen. És egyébként nagyon vicces, hogy mind a hárman abban, amit csinálunk, pont egy ideje küldjük. Szóval én 9 éve MC-zel, ő 9 éve scratchel, Peti 9 éve gitározik. Az igen. Na, visszatérve a Belépőhöz. Először is mondjuk el a szokásos dolgokat, hol lehet megvenni, meghallgatni, ránézni, ráfülelni. Mondjuk nagyon friss a dolog, úgyhogy szép sorban fel fog majd mindenhova kerülni. Most elsősorban a Deezer, Spotify és ilyeneken lehet megtalálni a lemezt. Aztán hát nyilván fel fog kerülni YouTube-ra, meg mindenhova, aztán majd lesz fizikai példány is valamikor. Ez egy ilyen kötelező elem, vagy neked ez fontos? Hogy legyen fizikai példány? Én szeretem, mert az olyan, mint egy ilyen kis névjegykártya, ilyen kis királyság. Úgyhogy... ezt lehet osztogatni. Igen. Sőt, én szeretném majd magamnak Bakelitre is ezt kirakni, mert nagyon büszke vagyok erre a lemezre, úgyhogy szeretnék egyet így a falamra. Igen, te még ez a Bakelites srác vagy, aki nagyon sok mintát szed össze Bakelitre. Igen, majd mikor saját zenédet mintázott 10 év múlva, hogy hú, ez de komoly volt, akkor nyújjuk ehhez hozzá. Mekkora lépés ez a te karrieredben? Ez a lemez? Hát elég nagy, én úgy érzem. Már csak az, hogy elmúlt mondjuk 3 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt. Onnantól, hogy beléptem az AMPM-be, hogy elindult először a kis minden, ide-oda megyünk, Pilvaker, nem tudom, megismertük egymást, elkezdtünk dolgozni a mixtape-en, akkor megismertem a Petit meg a Gábort, akkor kitaláltuk ezt a 3-as formációt, és aztán kezdtünk el a nagyobb zenekaron dolgozni, és... aztán az tavaly májusban ugye debütált a Parkba, és utána megjöttek a folyamatos olyan dolgok, amiben így belecsöppentünk, és mindig egy nagyobb feladat állt előttünk. Szóval aztán jött az erdélyi turné, vagy az, hogy a A38-on a Fish-sel zenéltünk, úgyhogy teltháznak, olyan embereknek, akik igazából abszolút nem is a mi közönségünk, de azt hagyjál, hogy nem nem a mi zenénk, szóval nem is hip-hop egyáltalán, szóval a punk rock közönségnek elő kellett adni egy olyan zenét, ami totál nem az ő világuk, és azt vettük észre, hogy így megőrültek, és így iszonyat flow volt az egész élmény, és így folyamatosan csöppentünk bele ezekbe a feladatokba. Igazából én hol közelebbről, hol távolabbról, de mindig is figyeltem a te utadat, és valahogy úgy érzem, hogy mintha olyasmi lenne, hogy elindulnál egy hegyen biciklivel fölfelé. És mindig vannak ott így arcok, akikkel beszélgetsz, és csak egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy basszus, itt vagyok a tetején. Lehet. Tehát, hogy így közben fel se fogod, csak hogyha mindig így visszakérdeznek, hogy hát tényleg, ez is volt, meg ez is, akkor mindig azt látom rajtad. Na most már ugye úgymond, tehát ez a harmadik lemezed, de talán a második komoly lemez? Inkább, hát ebben az ötösben így az első lemez igazából. A mixtape az még teljesen az én agymenésem volt. Az az előtti, a kísérletek, arra gondolsz, mint első? Az meg abszolút egy ilyen válogatás, otthon összerakom egy mappába, hogy akkor legyen. De hát akkor úgy mondanám, hogy szerintem inkább ez a második lemez, mintsem ez a... Akkor a kísérletek az ilyen nulladik verzió, igen. Az a -1-es, és akkor az egyes az MB1 mixtape, és ez a második igazán nagy lemez. Igen, ez ezen és a mixtape-en azért már sokkal tudatosabb meló volt, mint mondjuk a kísérleteken, ahol így elbóckodtam otthon, és így jó, de mondjuk ennél meg már még tudatosabban írtunk zenéket, és tudtuk, hogy milyen lesz a vége, mert ugye a mixtape-nél már nagyjából tudtuk, hogy megy ez a keverés, meg a master, meg az egész hogy zajlik. Meg itt már sokkal tudatosabban úgy foglalkoztunk zenékkel, hogy azt milyen lesz színpadon játszani, és hogy már így előre gondolkodtunk ebben is. Ezzel probléma volt a mixtape, az MB1 mixtape-en? Egyébként, hogy az nem színpadképes, nem feltétlenül? Nem, mert játsszuk azokat a zenéket is ugyanúgy, sőt, igazából a Nem unod méget is játsszuk, ami meg talán a legrégebbi szám, 2014 talán, nem tudom, és még mindig most is nagyon imádjuk játszani, és mindenki szereti élőben. Világos, oké, akkor mondjuk úgy, hogy akkor ez az új ötösnek az első lemezed, igazából neked a második, ami valójában a harmadik. Ennyi, tehát abszolút nem bonyolult egyáltalán nem. Jó, ugye beszéltél itt a keverésről, ami érdekes, mert ugye nem Magyarországon készült, főleg úgy, hogy te azért rengeteget ülsz a stúdióba. Igen. Oké, tehát hol készült, és miért készült külföldön? Ez ilyen bonyolult már a keverés, az nem feltétlenül külföldön készült, hanem egy angol úriember csinálta. Igen? Aki most jelenleg Pesten is él, vagy azt hiszem, hogy most már ide költözött végleg, de egy ingázott eddig, igen? Én úgy tudom, de ugye a mixtape-nél ismertem őt meg, és igen, ő csinálta az egész lemeznek a keverését, illetve ő javított a sok olyan dolgon, amit én elrontottam, vagy én nem értek hozzá, szóval mai napig nem értem, hogy például a dobokat hogy tudta ilyen jól megcsinálni, hogy ilyen jól szóljanak a végső verzióba. És igen, elküldtük neki a számokat, aztán eltelt egy-két hét, egy hónap, visszaküldte, meghallgattuk, kb. Mindegyikre azt mondtuk, hogy yeah, de hogy volt egy alkalom, amikor átmentünk hozzá, összeültünk, és akkor még mondtuk, hogy itt tologasson egy kicsit, meg az volt kb. Egy olyan, mit tudom én, 3-4 órás session, amikor így megcsináltuk a végleges lemezt, ami aztán ment ki Amerikába a masterre. Egyébként így nem akartál így ott lenni, hogy figyeld, hogy tanulj egyébként, hogy csinálja, hogy később mondjuk te is elsajátítsad ezeket a szakmai fortéjokat? De szerettem volna ott lenni. Jó, de nem lehetett. Igen, de azért mikor ott voltam, akkor nagyon próbáltam figyelni, de ez tényleg egy élet kell ehhez, hogy ezt megtanulja az ember, mint szakma, szóval nyilván ő is, hát nem tudom mióta csinálja, de valószínűleg nagyon régóta, és nagyon profi. Ugye angol nyelven beszélő emberről beszélünk. Mennyire volt ez problémás, hogy magyar nyelvű szöveget kellett neki? Vagy magyar nyelvű szöveggel kellett dolgoznia? Hát erre ő is rákérdezett konkrétan, mert ugye az első szám az Annyi minden, mikor kijött februárban, akkor volt olyan hozzászólás, hogy szerinte túl hangos az alap, és igazából ezt mi nem halljuk, mert mi már annyiszor hallottuk a dalt, hogy ezt nem tudtuk így megmondani, ő meg pláne nem, aki ugye nem a szöveget nem értelmezi igazán, úgyhogy csak így kávéra tudta belőni, úgyhogy emiatt most, mikor ott voltunk nála legutóbb, akkor Annyi mindenből is egy kicsit levettünk a zenéből, szóval azt is újra kevertük minimálisan, és pont ezért jó, hogy mi is ott voltunk, hogy hát, ha így sikerült. Azt mindenképpen mondhatom, hogy baromi jól szól, főleg azokhoz képest, amiket szoktatok küldeni, mondjuk demókat, de tényleg ez nagyon-nagyon jól szól ez a lemez. Mondjuk százalékban kifejezve ez így sokkal drágább, mint egy átlagos hip-hopos keverés, és itt szerintem te tudod, hogy mire akarok utalni. Hát azért igen. nem volt olcsó a sztori, de igazából azt sem mondanám, hogy olyan, ami ilyen nagyon lehetetlen. De De nyilván azért a profi munkához, ja, azt meg kell fizetni. Világos. A beatek egyébként, az mind a te saját melód? Az mind, igen, itt mindent én csináltam. Ebbe hagytál bele nyúlást egyébként a keveréseknél, a masternél, vagy bárhol? Ja, a masternál nem is voltam jelen, ezért ott nem tudtam. Nyilván. De a keverésnél meg, nem, hát a keverésnél már nem nyúlnak bele a szám szerkezetébe, ott csak úgy. De nem mondják azt, hogy hát figyelj, hát itt azért a dobok, ezek nem túl jó minőségek, ki kéne cserélni valamire. Tehát ilyen nincs? Ilyen nincs, illetve pont most volt egy, az, hogy így mondod, a Kamuflázs című számban ott azt hiszem, hogy ki kellett cserélni egy dobot, mert mi már nem úgy hallottuk, hogy olyan furán szól. Uh-huh. De az még az én verziómban úgy jól hangzott, viszont ahogy már így teret kapott a többi dob, meg hangszer, úgy azt hiszem a pergő az kicsit ilyen el volt nyelve. És akkor ott így kitaláltuk, hogy akkor kerestünk egy másikat, és azt összemostuk az eredetivel, és így lett a végleges, ami most van. Így egyébként nagyon friss a dolog, tudom, még benned van a flow, meg az öröm, meg minden, de így már tudod értékelni, hogy na, hogy sikerült? Még nem. Még az vagy, most jött ki 5 napja se, igen. Szóval még nagyon új, meg ugye én nemrég kaptam meg tényleg a kimaszterelt verziót, amit így meghallgattunk, és így atya úristen, de jól szól, és teljes öröm, mámor. Hát igen, azt így el kell mondanom, itt egyébként ilyen kis háttérinformációk, amikor nekem átküldted, ott nagyon izgatott volt, hát írott, hogy, tehát már alig vártad, hogy más hallja meg, még ha tudod, hogy csak én érted, de, hogy na és milyen, és így, hú, hát ma még nem tudtam meghallgatni ezzel, és így, mint egy ilyen kislány, aki várja a vattacukrot, ami készül, ugye? Tehát valami hasonlót éreztem rajta, ez jogos volt. Igen, és nagyon vicces, mert ugye a Szirma Gergő, a lakótársam is csomószor mászkált ott a házban, és én ugye vagy fél éve csinálom már ezeket a zenéket, vagy még régebb óta, és ő már így mondta, hogy ő már utálja ezt a lemezt, most már annyit hallott a számokat, hogy így Jelege volt. Aha. Jó, de egyébként de nem csak a saját zenéddel foglalkozol, tehát van neked egy ilyen home stúdiód, ahol mondjuk hazai rapperek, akár a csapat, Rimbiózikból nézik a csapattársaidnak is a muzsikáival foglalkozol, és másokkal. Tehát, hogy... Persze, rengeteg projekt fut most is, szóval az egy ilyen kis műhely. Lehet olyat említeni, ami mind a kettő rajta vagyunk, például az Artvonnak jön a kis szóló lemeze. Igen. Ugye, úgyhogy igen. De még vannak olyan dolgok, amiről így esetleg így mondhatod, hogy hát nálam készül és forró cucc lesz? Van olyan, de nem szeretném. De szuper szikret. Igen, okay. Azt még nem szeretném elsütni, de van olyan projekt, ami már olyan 2 éve dolgozgatok, és most elmúlt fél évben nagyon aktívan, és még remélem, hogy idén napvilágot fog látni. Na hát erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Viszont ami annyira nem szuper titkos, az Annyi Minden című track, ugye a te lemezedről, most ezt meghallgatjuk, aztán még egy tracket a lemezről, aztán jövünk vissza MB-vel. Ez itt még mindig a Rap Terápia, FM 92.4 Maxi Rádió, ma esti vendégem pedig NB, itt ő velettem a stúdióban. Nos, hát ja. Abszolút ez a lemez az első 3 szám után nyugodtan mondhatom, hogy NB1-es. Köszönjük szépen. Ennyi. Na, lehet írni NB-nek kérdést, SMS és Viber számunk 0635290755-ös, vagy a Rap Terápia Facebook oldalán keresztül. Jött már 1-2 kérdés, az óra végén föltesszük őket mindenféleképpen. Jó? Még nekem nem olvastam föl, jobb, hogyha akkor derülnek ki a kérdések. Jobb, ha nem olvastam fel, igen. Abszolút. Jó. Na, menjünk szépen végig a dalokon. Ugye az egyes az egy hangzatos intro, amihez már hozzászokhattunk egyébként így az NB lemezeket hallgatva. Ez továbbra is egy koncepció, hogy neked az a jó, hogy valamilyen felpörgető zenével induljon az egész lemez? Fontos. Alapvetően úgy gondolom, hogy egy lemeznek, vagy akár egy fellépésnek is nagyon fontos az eleje, és mondjuk a vége. Szóval általában az intrót mindig a legvégén találjuk ki, hogy milyen legyen, hogy az ugye az egész lemeznek ja, az utolsó... a flowját átadja. Igen? Hát zeneileg talán ez, igen, ezt fejeztük be utoljára, de konkrétan úgy, hogy például a skitet, a dumát az elején, azt ilyen 5 perccel azelőtt raktuk be, hogy így rátettük a pendrive-ra azt a végleges verziót, és mentünk át a Adamhoz keverni. Hú, az meredek. Na mindegy, jó, oké, abszolút jó. Tehát itt ami... A szokásos, ilyen indokolatlan hangsávok, aki egyszer csak megérkeznek, amire egyáltalán nem számítasz. Erre azért sokan mondanák, hogy ösztönös tehetség, de valahogy ez nálad ilyen tényleg úgy így történik, nem? Mármint, hogy... Hát, hogy ilyen, hát, hogy hú, de tök jó lenne valami ilyesmi, amire senki nem számít, de te neked, te már látod azt. Igen, lehet. Ebben egyébként több meló van, mint hallatszik, vagy nem? Pont ez az, hogy ez nagyon gyorsan össze lehet pakolni. Végül is mikor, hogyan, szóval van, hogy nagyon-nagyon sok idő összelágózni egy ilyen végleges zenét, úgyhogy amiben nagyon-nagyon sok van. Például a A mixtape-ről volt a Mindegy, ami egy nagyon brutál meló volt, hogy több ezer hangot végigböngészni, hogy háttérben legyen egy kis kosárlabda, egy kis BMX lánccsörgés, egy kis mit tudom én, graffiti hang, ami mondjuk csak egy ilyen szín, és akkor összerakni ebből egy komplet zenét. Hát abszolút, ugye ennek is megvannak az árnyoldalai, de én úgy látom, hogy te ezt nagyon élvezed. Imádom. Ennyi, abszolút. Na akkor nézzük a 2. track, ami az első igazi track, az Annyi Minden. Hát ez már februárban megjelent klippel, kicsit el lett kalkulálva a megjelenés? Igen, egy kicsit. Amúgy egy kicsit általában minden el van kalkulálva, szóval ez egy velejárója ennek a szakmának, úgy érzem, hogy itt mindent képes csúszni és késni, de nem baj, ugyanis mert ez az Annyi Minden, ez pont egy ilyen egyéves sztori volt, szóval februárban írtam a szöveget, de nem idén, hanem még tavaly, és nagyon durva volt látni azt a folyamatot, amíg eljutott odáig, hogy ez megszülessen ez a dal, meg aztán, hogy erre ráépüljön a lemez, és aztán elkészüljön a klip, ami aztán megjelenik februárkor, szóval egy ilyen egy év eltelt, nagyon durva. És igazából ebből a számból bontódott ki az egész lemez, hogy mit is akarok igazából, mert hogy a mixtape után azért volt egy ilyen kisebb alkotói válság, hogy akkor hogyan merre tovább pontosan, és akkor így el is húztam egy kicsit itthonról, és ezt egy ilyen magányos túra alatt írtam ezt a számot, ahol így egyedül voltam, és nem akartam igazából semmit így a világtól, csak így, hogy annyi minden. Ez egyébként ilyen természetes dolog, hogy ha valaki összerak egy nagyon sok szövegből egy lemezt, egy albumot, akkor utána kicsit kiírta magába, és új ingerek kellenek, hogy ihletet kapjon? Nem mindenkinél van így. Nálam így van. Például a rimbiózusos srácok, azok hihetetlen, hogy tudják így postni a szövegeket. Hát főleg a Gege egyébként. Nagyon durva, szóval átküldöd a témát, és akkor holnap már ott van a kész szöveggel, felvéve, felduplázva, nem tudom, és így, mi van veled? Atya ég. Én nálam nem így megy, én csak akkor tudok írni, hogyha tényleg valami úgy nagyon kikívánkozik, és így beért bennem. Visszatérve egyébként erre a megjelenés történetre, volt egy fantasztikus interjú veled a Balkoni TV-vel, ahol azt mondtad, hogy tavasszal jön a lemez. Ugye, hát most szeptember van. Igen, mint mondtam, ez a szakma belejárója, hogy itt megcsúsznak dolgok a jégtócsán. Abszolút. Milyen érzés volt ott a Balkoni TV stábjának zenélni? Nagyon jó volt egyébként ott a tetőn zenélni. Szóval az tény és való. Egyébként az volt az érdekes, hogy én akkor költöztem be Pestre, és előző nap volt a lakásovató buli. Szóval ezt elképzelted, hogy én hogy ébredtem fel reggel, és úgy mentünk felvételre zenélni a tetőre. Abszolút, és abszolút. Utána még egy ilyen interjút így... Hát remélem iskolát indít a srác, és jelentkezek, tehát így van mit tanulnom azért. Hát, abszolút, persze, ennyi. Oké, visszatérve a dalhoz, ugye Annyi Minden, és igazából a klip is érdekel. Ez februárban jött ki, miközben te pólóban, egy tóban evezel. Igen. Nem, vagyis várjál, ezt azt hiszem, hogy szeptemberben vettük föl talán. Úgy emlékszem. Szóval pont így a nyár utolsó jó hétvégét kaptuk el. Ja, hogy akkor mákunk volt. Igen, nagyon-nagyon mákunk volt, és tényleg szerintem a utolsó olyan hétvége volt, ahol még le tudtam égni. Ez egyébként hol lett forgatva? Már csak azért is érdekel, mert valószínűleg utómunkázva lehetett az egész, mert a háttérben minden annyira tiszta, és ott sehol egy hajó, egy csónak, egy madár, semmi. Igen, ennek amúgy egy ilyen szimbolikája van így a klip szerint, és a Fertőtón forgattuk amúgy a határon túli részen. Akkor azért, tehát akkor jól látom, hogy itt valóban el lettek tüntetve a háttérből a dolgok. El lettek, igen. Jó, oké. Szerintem fontos volt letisztázni, mert ha már az én agyamat piszkálja, akkor lehet, hogy másét is egyébként. Jó, menjünk a következő trackre, ez az Én Világom. Mikor beugrott ez a szám, ugye, ahogy hallgattam a tracklistát, igen, de lemezen keresztül, akkor azt éreztem, hogy hát ez tényleg az, amit az NB így érez, vagy érezhet, amennyire én így ismerlek. Igen. Egyébként a érdekesebben az volt, hogy ezt pont a beköltözés után írtam, azt hiszem, egy hónappal, mert ugye egy új helyszín, új helyre került így a kis stúdióm, meg a kis minden, és hogy nagyon sokáig attól féltem, hogy nem fog menni az írás, mert hogy valamiért így helyhez ragaszkodok. És aztán így ahogy már így rálazultam, meg így kicsit így elengedtem magam, így az új környezetbe, aki rájöttem, hogy így ennyi, ez az én világom, haver, és csak így szóljon a zene, és nem is akartam nagyon túl spirázni ezt a tracket, vagy hogy ilyen nagyon komoly megmondása legyen, inkább csak így továbbvinni így a kis Annyi Mindennek a flóját. és már a flow-nál tartunk itt igazából, pont ez a lényeg, hogy azt a flow-t próbálod átadni, amikor amit te érzel zenekészítés közben. Igen. Abszolút. Remélem, hogy mindenkinek átjön egyébként. Na és a 4-es track az a LOL címet viseli. Itt ugye Baracskai Rita közreműködik, de ő nem az énekes, hanem a szaxis. Így van, így van. Ez szerintem fontos, mert kicsit keverhetik egyébként, ha csak ezt látják meg. Most jött ki a videóklipje, én nagyon-nagyon rég láttam magyar videóklipet, nem csak a rap zenei szférán belül, magyar videóklipet, ami ennyire ötletes lenne. Wow, köszönjük szépen. Na akkor mesélj erről, tehát, hogy aki nem látta volna, az azonnal nézze meg a hírek alatt legalább, vagy aki mondjuk YouTube-on hallgat, az most egy pauz, és nézze meg ezt a klipet mindenféleképpen, mert megéri. Hát itt baromi sok meló volt, és ugye ez az a klip, ami az NKA támogatás mellett készült, ugye? Igen. Én azt mondom egyébként az NKA-s fikázóknak, hogyha ilyen anyagok készülnek NKA-s pályázati lóvéból, hát akkor mindenkinek NKA-s lóvét. Nagyon nagy meló volt egyébként vele, most ezt így el sem tudjátok képzelni, hogy mi utómunka volt, meg mi szervezés, meg összehozni ezt az egész brigádot, meg megtervezni az egész skriptet és a forgatókönyvet, úgyhogy az eredeti koncepció, amit kitaláltunk, annak azt hiszem egy ilyen hónappal előtte így visszamondták a helyszínét, hogy bocs, de mégsem forgathatunk, mert hogy megijedtek attól, hogy egy csomó ember oda fog menni. És akkor így pakker, akkor most azonnal találni kell egy új helyszínt, és arra írni egy új koncepciót. De mi volt az eredeti ötlet? Ugyanez volt, hogy így termekről termekre haladunk, csak azt hiszem, hogy így, ott ilyen emeleten fölfele ment volna az egész, és akkor kicsit máshogy lett volna megírva a sztori, de az alap az ugyanez volt, csak ugye nagyon a helyszínhez írtuk. Először megnéztük, és akkor utána találtuk ki, hogy legyen ez az egész. Igen, tehát hogy a klip magának itt a szervezés volt a nagyobb gond, vagy az, hogy kitalálni, hogy figyelj, akkor tehát hogyan kéne összerakni, hogyan lehetne ezt technikailag megoldani, hogy tökéletes legyen, vagy te ebben a részben nem is vettél részt? Hát ebben a részben annyira nem, inkább csak az új helyszínre lementem nyilván én is, megnéztük, és akkor kicsit én is így ötleteltem, hogy szerintem hogy lehetne itt, de igazából a Tuzanorbiék találták ki ezt az egészet, és köszönjük szépen, mert nagyon jó munkát végeztek, és nagyon sokat cseszegettük őket. A vendégszereplők rögtön igen mondtak egyébként? A szereplők? A szereplők, igen. Persze. Mindenki azt mondta, hogy alap. Meg egyébként ne viccelj, hát olyan helyen voltunk, érted, ne rendszer, mindenki egész nap piált, meg nem tudom. Ja, én voltam az egyedüli, akire rá volt kötözve egy rohadt kamera, és igazából semmit nem tudtam egész nap csinálni. És úgy képzeld, hogy a végén a jelenet, amikor már mindenki vereti ott a mezőn, akkor az tényleg grill volt, mert addigra már mindenki olyan részeg volt, hogy az tényleg hitelesen ott mindenki bulizott. És nem is kellett a zenét benyomni, csak dobolni, és már mindenki verette. De ez fontos egyébként, akkor igazából az a szerep, az tényleg te vagy, mert ebben nem voltam biztos, hogy ott valóban te vagy az, aki... Igen, én vagyok a kéz. Jó, majd most lefotózom a kezedet, és megnézzük, hogy aki Wolfit ellöki, ez valóban ez. Egyébként. Jó. Térjünk rá a dalra egyébként. Erre már láttam egyébként a YouTube link, a YouTube videó alatt olyan posztot, hogy hát beléptél az olyanok táborába, akik eladták magukat, valami ilyesmi volt a szöveg, nem is biztos, hogy tudom idézni. Nem, belépő haver. Ja, tényleg, igen. Tudom, hogy oda csak azt írtad, hogy te csak egy sört kérsz, de mégis azért próbálj megmagyarázni, hogy nem értik? Tehát nem értik a szöveget? Nem értik, de nincs baj ezzel, szóval valakinek ez már túl sok, és én ezt megértem és elfogadom, én ezekre nem is akarok válaszolni, én csak a saját dolgomat akarom csinálni, inkább azt sajnálom, hogy ezzel csak magának okoz rosszat, mert aztán úgyis ott be lesz támadva, és tudom jól, hogy ez később, ha ő egyszer majd visszanéz, akkor így szégyelni fogja szerintem. Kár. Ez egyébként a frappáns oltások dala pedig. Igen, ez abszolút egy ilyen társadalomkritikus, ilyen popszatíra, és igazából nem... Hát meg egy elég kemény online létkritika is. Igen. Tehát, hogy én nem tudom, tehát, hogy én pont ma fakadtam ki egyébként a 48. beküldött demo után, ami arról szólt, hogy én vagyok a legkeményebb csávó a telepen, és akkor utána betettem az NB-lemezt, és Végre. Tehát, hogy igen, és itt most ezt nem azért mondom, mert az NBA haverom, hanem ezt azért mondom, mert hogy tényleg, hol az üzenet egyébként a dologban, és akkor mikor egy olyan dal mögé írnak ilyen kommentet, ahol tényleg ott az üzenet, csak nem ártanak igobózni, mert nem csak elé teszik, hanem azt mondják, hogy tessék, itt van, akkor olyan, mint a Rubik kocka, hogy tessék, itt van, forgass ki magad. Nem, de mondom, nem baj, már a Nem unod mégnél is voltak ilyen kommentek alatt, hogy hát ez a punari, meg nem tudom. Tényleg? Meg pedig érted, azt 20 000 forintból csináltuk magunknak, és az is egy ilyen, igazából egy ilyen társadalomkritika maga módján, szóval... Hát mindenféle, hol mi maga módja, egyértelműen az egyébként. Meg az a másik, hogy egyébként hip-hop kritika is egyébként, tehát hip-hop szcéna kritika, mind hallgatói, mind előadói rész felé. Igen, igen. Na akkor most meghallgatjuk a LOL-t, nagyon figyeljetek a szövegre, és akkor hát, ha megértitek. Jelzi Torva és a Rap Terápia FM 92.4 Maxi Rádió, és a ma esti vendégem NB, aki a belépő lemezét elhozta, hogy bemutatjuk nektek, yes, és az előbb szólt ugye a LOL, hát reméljük figyeltetek a szövegre, azért itt pont itt a szünetben pont beszéltük mi is, hogy OK és sarkakat a képzés, Hát tényleg, amiről beszéltünk, ez a frappáns oltások dala, tehát ilyen kiszólások két soronként vannak, vagy másfél soronként igazából, és ilyen miatt is. Nálad amúgy nagyon fontos lenne a szövegkönyv. Tudom. Sajnálom. Egyébként én nagyon szeretném, hogyha úgy kerülne fel ez a lemez, hogy mindegyikhez van. Nem úgy, hogy a videóban, hanem csak ilyen a videó alatt ilyen felirat. Tehát a videó leírásban. Nem, ilyen felirat, hogy a videó alatt, értem. Amit ki tudsz kapcsolni, azt hiszem van ilyen YouTube-on, igen, hogy ilyen felirat fusson. Igen, van ilyen opció, aha. És akkor az magyarul, gondolom. Persze, hát kínaiul. Nem, te csak... Tehát a belgás srácok megcsinálták, 20-valahány nyelv. Szóval érted, te világos. De nem mondod, hogyha már itt a LOL-nál tartunk, igen, akkor igen. Érted. Lehetne. Közben mondom, hogy egyébként lehet kérdezni NB-től, SMS és Viber számú 06 35 29 07 55-ös, vagy a Rap Terápia Facebook oldalán keresztül, facebook.com/rapterápia gyöngyös. Na, menjünk tovább a következő trackkel, ez az 5-ös, ami a Kamuflázs. Hát itt egy nagyon kemény skit van egyébként, Dr. Mogács. Ugye, nagy kedvenc, elmondja az okosat. Te egyébként ilyen stand-up fan vagy? Vagy ez a karakter, ez a Mogács, ez a Dr. Mogács, ez megragadt nálad? Szeretem így a stand-upot. Nem követtem mondjuk annyira nagyon durván, de a Mogács például egy hatalmas nagy kedvencem, meg ismerem a Ádámot is, ugye, meg a Robinak az estjén ugye voltunk a Duma Színházba, szóval ja, így követgetem, de hát a Mogács az egyik abszolút kedvencem. Hát mindenkinek ajánlom ezt a országos népbutító kampánysorozatot, ami egyszerűen zseniális. Hát ez elképesztő egyébként, ez tényleg baromi jó, hogy Mogács Dániel egyébként a színész, vagy hogy hívjuk, stand-upos, vagy humorista, nem tudom melyik a megfelelő kifejezés, mert igazából mindegyik jó. És egyébként tudni kell a Mogácsról, hogy ő a susogos mackók, ugye? Azt vágod? Ne, ja, tényleg. Tehát, hogy az is hozzá kötődik egyébként. De no, ja. Nem tudtad? Eddig, most így a hangra, igen, összekapcsoltam. Már rég láttam, a Comedy ment ugye régen. Igen. Szóval az is hozzá köthető. Imádom abszolút ezeket. Na, de visszatérve a trackhez, ez a Kamuflázs, ebbe ugye Lotta a rimbiózisból közreműködik, és ő tipikusan az a figura, aki nagyon belepasszol ebbe a szövegvilágba. Ez egy tudatos választás volt vele? Persze. Nem, igazából nagyon szerettem volna valami rimbiózisos tracket tenni a lemezre, és valahogy így jött ez a téma. De már nem tudom, hogy szóval itt azért sok dal készült, és kb. Még majdnem kétszer ennyi nem került rá a lemezre végül. Nem éreztük olyan erősnek, vagy nem tudom, de ez a szám meg már nem is tudom honnan jött, de így felvettem, és akkor elküldtem neki, meg a Gergi is rappelt volna benne, de aztán így az időből mindegy, nem jöttünk ki. És a Gergi az Art One. Igen, bocsánat. Igen. És igazából a Gábor azt mondta, hogy elcsináljuk, és megírta a szöveget, és felvettük. Abszolút. Egyébként ez a Kamuflázs, ez szerinted eljut oda, ahova címezve van? Nem hiszem. Mert mi jut el oda igazából? Hát, igen, ez is egy jó visszakérdezés, de mégiscsak, hogyha mondjuk az ember megír egy ilyen dalt, akkor azért csak mögötte van az, hogy hát azért ha megsejtik, vagy az egyértelműen inkább a hallgatóknak szól, vagy inkább a népnek, hogy ha bennük történik valami? Inkább a népnek, de ez is egy olyan ilyen politikai szatíra, vagy nem tudom, ami ilyen egyértelmű, szóval ez a mind tudjuk, csak így. Aha, igen. Ez igen. Egy ilyen kis viccet görvetükör, hogy amúgy, ja. Hát azért nem úgy van megfogalmazva ez, hogy hogy tehát szintén ugye ez az NB-s flow-val, NB-s szövegvilága van, tehát nem olyan egyértelmű, tehát itt is figyelni kell a szövegre, de mondjuk akik téged mondjuk nagyon olyannak akarnak elhelyezni, hát, jó, érted, hogy értem? Most az NK-as sztori miatt én úgy éreztem, hogy kell egy ilyen témalemezre, mert hogy nehogy más, szóval ez egy ilyen pluszpoén. Mondjuk aki szerintem téged egyébként legalább egy icipicit ismer, és nem csak a dalaidat látja, azt tudja, hogy te milyen beállítottságú vagy. És akkor szerintem itt sokat elmondtam. Jó, menjünk a 6-os trackre, megállíthatatlan, közreműködő Fish. Na, Szenyor Hall és Krisztiáni. Igen. Most ez mi? Hogy is van ez? Úgy van, hogy én alapvetően nagyon sokfajta zenét hallgatok már régóta, szóval mindegyik számnak volt valami külső hatása, hogy honnan jött. Egyébként például a LOL az egy Caro Emerald koncerten kapott el engem, és ott kaptam el ezt az érzést, ezt a elektroszwinges dolgot, hogy onnan jött zeneileg talán nekem a dolog. A Fish az meg, az is valamikor másfél éve hallottam őket talán élőben először, és így levitte a fejemet koncerten, és onnantól én rajongó voltam. És mindenképp szerettem volna velük úgy dolgozni együtt, és aztán kiderült, hogy amúgy ő is így vágja a zenémet, meg hogy így királyság. Aha. És aztán onnan jött maga az ötlet, hogy akkor csináljunk egy koncertet együtt. Ez kivetette föl egyébként? Ők? Nem, ezt a kiadóban először megkérdezték, hogy milyen zenekarral csinálnánk közös koncertet, aki nem rap. És egyértelműen azt mondtuk, hogy Fish, mert Fish. És aztán nem is tudom, valamelyik fesztiválon bent voltam a backstage-ben, és ott volt a Krisztián, és akkor felvetettük ezt neki, és azt mondta, hogy persze simán, hát ne viccelj. De ilyenkor nem merül fel rögtön az a kérdés, hogy oké, de hogyan a két műfajt hogyan tudjuk egyébként összemixelni, vagy úgy megcsinálni, hogy az mind a kettő résztvevőnek egyébként úgymond, ez most lehet, hogy csúnya lesz, de ne legyen karakteridegen, hogyha érted, mire gondolok. De mi nem félünk ettől, hogy karakteridegen bárkinek is, meg nem is volt ez szempont, hogy úgymond mit fognak erre reagálni, hanem csak így csináljunk egy zenét, és szerintem a Fish-sel pont az a közös bennünk, hogy igazából ők is vegyítenek műfajokat, szóval ez a punk rock, pop metal, nem tudni micsoda pontosan, és ebben mi is nagyon benne vagyunk, hogy igazából nem tudjuk, hogy ez most ilyen hip-hop break, pop, akármi, DMB, egyszerűen mi nagyon sok zenei stílust vegyítünk, és szerintem pont ezért tetszett meg így egymás zenéje. És igazából a márciusi koncert a hajón az brutál keményen jól sikerült. Itt ebben a dalban egyébként, tehát hogy ez direkt, tehát így lettem megtervezve a dal, hogy figyelj, most itt nagyon meg akarom pörgetni a nyelvemet. Igen, de ez elsősorban a zene miatt volt, mert amúgy ez a DJ Braze-nek volt az ilyen online világbajnoksága a legjobb mixe, és én ott találtam meg ezt a tű dallammenetet, és ő is egy ilyen drum and bass-re keverte rá, és én ezt így meghallottam, és így felálltam, és elkezdtem ugrálni a szobába, és így nyomni ezt a dara szöveget, és akkor már tudtam, hogy elküldtem a srácoknak, hogy mondom, könyörgöm, csináljunk egy ilyet, mert ez így imádom. Egyébként az ilyen gyors szövegelésnél én mindig attól tartok, ami egyébként szerintem egy teljesen jogos dolog, hogy nem fogják érteni a szöveget. Mármint nem úgy, hogy nem jól ejtett ki, hanem úgy, hogy nem tudják összerakni fejben a hallgatók. Ja. Ennyi? Tehát ez így oké, ezt te is így gondolod? Nem baj. Egyébként ezt a Krisztián is mondta, amikor elküldtük neki így a zenét, hogy egyébként ő is az, hogy baromi jó, de hogy a szövegből úgy semmit nem ért. Mármint, hogy így érti a szavakat, csak olyan az egész ilyen nagyon-nagyon gyors és katyvasznak tűnik, de hát szerintem pont is ez a szám lényeg, hogy itt inkább érzésekről van szó, és megállíthatatlan, és... Én tipikusan az a fajta figura vagyok, aki úgy szeret zenét hallgatni, hogy így értelmezi azt, hogy miről szól a szöveg. Fura, ez ilyen hip-hopos figuráknál ez tök normál, legalábbis kéne lenni. És mikor ezt a számot meghallgattam, itt tényleg 4-5-ször meg kellett hallgatnom, mire úgy nagyjából. Érted? És most is úgy van egyébként, hogy idefelé, miközben jöttem ide a rádióba, a kocsiba, ez szólt, és még most is fedeztem fel új gondolatokat a zenébe. Igen, ez ilyen lesz, és remélem, hogy mindenki másnál is, hogy ez a lemez úgy nagyjából olyan, hogy szerintem még, hogyha 11-ére hallgatja az ember, akkor is így elkap valami olyat, hogy hoppá, micsoda. Egyébként ez cél, tehát te úgy írod a szöveget, hogy ne rögtön egyértelműen mindenkit megfogjon az, hogy most akkor 100%-ig tisztában legyen, hogy most akkor miről szól a szöveg? Tehát ez neked egy élvezeti faktor? Nem, én magamnak írom úgy a szöveget, hogy én nagyon elégedett akarok lenni a végső eredménnyel, és én mivel annyira amúgy már kicsit rossz értelemben is maximalista vagyok, hogy nagyon sok szöveget írtam, és ezért magamat is mindig meg akarom lepni egy újfajta rimmel, egy újfajta akármivel, és ezt én akkor nem gondolok abba bele, hogy mi lesz egy olyan emberrel, aki most meghallgatja, aki mondjuk még nem hallgatott annyi rap szöveget. Egyébként én el tudok képzelni, hogy ülsz így a kis szobádban valamilyen sötét fény, vagy valamilyen kis fény mellett, sírod, és ezek a félmosolyok megjelennek, amikor így kilöppen az agyadból egy-két ilyen... Néha van ilyen, hát amikor Ankara kerget a parlament tetején verkelő Angela Merkel, amikor ez így lejött, akkor így mondom, úristen, ezt, én is gondolkoztam magamon, hogy ez honnan... Jött is hirtelen. Igen, azért mondom, tehát így nagyjából így képzelem el, de mint mondtad ugye, hogy neked igen, tehát ilyen helyhez kötött voltál eddig. Ez most változott azzal, most ugye új hely, új ingerek, nehezebb így a szövegírás, vagy nem szó sincs erről? Szerintem ez csak egy ilyen kezdeti apró félelem volt. Ugye az ember így szép fokozatosan növi ki a szobáit, így kikerül a kiságyból, aztán a gyerekszobájából, aztán a házból, és aztán jaj, szerintem, és mindig van egy ilyen kis apró pánik, hogy akkor most mi lesz, és volt egy hónap, amíg én ezt éreztem Bentpesten, hogy most azért, hogy beleléptem ebbe, és így majd lesz, ami lesz, de utána, amikor már így alkalmazkodik az ember, most már rájöttem, hogy igazából baromi mindegy, szóval bárhol tudok szöveget írni, hogyha arról van szó, csak el kell kapni annak a érzésnek. Jó, menjünk a következő trackre, ez a Filterek néven fut. Hát figyelj, itt megint belerúgsz egy jó ebbe az online történetbe. Te is használod ezeket az eszközöket, amikről beszélünk, tehát ezt nyugodtan elmondhatjuk. Igen. Tehát itt nem az eszközökkel van baj, hanem az emberek hozzáállásával? Nem tudom pontosan, itt nem is biztos, hogy azt mondanám, hogy ez baj. Itt a szövegben ugye benne van, hogy filterorba tartanak egy Y-Z pont közt. Ugye én így pont egy ilyen határon születtem így a generációkat nézve 91-ben, szóval én még nem ezeken az online cuccokon szocializálódtam, és emiatt így nagyon érdekes látni így a két bázist, hogy az egyik merre megy, és hogy néznek egymásra, és én meg pont így félúton csak így ott állok. Hát és mind a kettőben van jó és rossz. Egyébként a szám megírása előtt én így konkrétan nagyon-nagyon utána olvastam mindenféle ilyen egyetemeknek az ilyen írásairól, hogy ez az ilyen generációs különbségek, és így egészen a csendestől az egészen a mostanig elmenve. És így írtam ezt a szöveget, erre így felkészültem előre. Itt a felkészülés, ez azért kellett, hogy tisztában legyél a dolgokkal, minden ez 100%, hogy ne hagyassz az annyira a füledre vagy a fejedre ráolvas, hogy hát ez nem is így van, haver. Nem, hanem csak érdekeltek dolgok, és ugye összeszedtem az infókat, összeírtam magamnak egy ilyen nagyon hosszú jegyzetet, és aztán azt kezdtem el rímek beszedni. Világos. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy 91-ben születtél, te még tudod, milyen a kosárlabda és a kosárpalánk, esetleg a focilabda és a focikapu, de hogyha mondjuk így tényleg így egy-két évvel, nem kellett volna sok, mondjuk egy 4-5 évvel később születsz, akkor viszont már valószínűleg nem ismered fel ezeket a dolgokat. Hogy szerencsésnek tartod magad egyébként? Tehát a körülményeket, a lehetőségeket, ahogy te most, amivel nekiindultál az életnek. Persze. Én nagyon örülök neki, hogy így ebben a korban jöttem ki. Nem minden, nem, tehát ezt nagyon, nagyon könnyen lezártad, hogy persze, de ezt nem mindenki így látja. Én például szerencsésnek érzem magamat, mert én 4 évvel idősebb vagyok, mint te, hogy én kicsit beérett fejjel csatlakoztam be ebbe a dologba, mert én látom, hogy hogyan viselkednek tehát amikor én 14 éves voltam, az egész más volt, mint amikor most 2017-ben 14 éves valaki. Persze, jó, én ezt értem. Én inkább arra gondoltam, hogy amikor mi elkezdtünk így nagyon kimászkálni a városba, meg elkezdeni ezt a hip-hop dolgot, akkor még akkor így nagyon így a fizikai térbe ment ez az egész. Szerveztük a bulikat, jártunk ide-oda, mentem versenyezni, imádtam. Meg volt egy ilyen nagyon-nagyon láng, ami így hajtott minket, és most meg ugye, most nézed a mostani feltörekvőket, ugye itt már az megy, hogy kinek van nézettsége a YouTube-on, és mindenki próbálja ilyen mindenféle vlogokkal, meg nem tudom mikkel fölülmúlni a másikat, és ettől függ. De hogyha meg ki kell állni egy színpadra, akkor meg mi lesz? Hát azt nem tudom, hogy mi lesz, reméljük, hogy valami jó fog születni. Minden esetre most megyünk tovább a kamuflázsal, ugye ebben Lott közreműködik, aztán jön a reklámok és a hírek, de a második órában továbbra is itt lesz velünk NB. Ez itt továbbra is a Rap Terápia, FM 92.4 Maxi Rádió, Bíró Dávid a Rap terapeuta és a masti vendégem NB. Ciao, ciao. Jó, sziasztok! Hát reméljük nem hagytátok ki az első órát, de hogyha mégis nagy hiba, de YouTube-on vissza tudjátok nézni, illetve amit el kell mondanom, hogy lehet NB-től kérdezni, SMS és Viber számunk 06 35 29 07 55-ös, vagy akár a Rap Terápia Facebook oldalán keresztül is. Írtatok már néhányan, nyugodjatok meg, lesznek válaszok, mert már páran kérdezték, na mi van, nem olvasom a kérdésem. Be fogom olvasni az óra végén mindenféleképpen. Előtte még végigmegyünk a szokásos dolgokon, ugye egyrészt még lesz majd az új blokkunk, a világ a rappelődők szemével, de még a lemezt is kielemezzük. Na, szóval belépő, és ott tartottunk, hogy a filtert átbeszéltük, és a 8-as track, az a Vissza címet viseli. Itt ugye van egy nagyon-nagyon érdekes közreműködő Tink személyében, aki egyébként én azt gondolom, hogy egy olyan párost alkottok ti ketten a Tinkkel, aki mind a ketten egyébként arra a szövegre fókuszáltok, mind a kettőtőnek egyedi flója van, és egy ilyen tök jó mixet hoztatok össze, már csak azért, mert ezt a pörgetős repet nyomod inkább, a Tink meg inkább ez a lassú, de nagyon-nagyon brutál jó flója van. Igen, hát Misi egy kedvenc emszim egyébként, szóval amióta találkoztam ezzel a jelenséggel, teljesen magába szippant. Már az aztékokkal? Vagy a szlóvédje? Nem csak az, hanem az egész soul clap szerintem az egy ilyen fantasztikusan király dolog, és amikor így először lementem ebbe, kész, de végem volt, utána járkáltam folyamatosan, amikor csak tudtam, és egyébként a Fanni is, aki fújja számba, őt is ott ismertem meg én is már zenéltem ott a srácokkal, és egy hatalmas élmény ott így, az az igazi hip-hop életérzés. Tehát akkor ott, tehát maga a környezet is ennyire, hogy impresszív, hogy úgy így fogalmazom? Igen. Szóval beszéltük telefonon is már nyilván a adás előtt, hogy ez a közreműködés mennyire klassz lett ebben a trackben. Igen? Igen, hát te mondtad, hogy mennyire jóra sikerült a Tinknek és a verzéje, meg a flow, meg ugye az egész szám. Ja igen, nekem ez az egyik kedvenc számom lemezről, ha nem a kedvencem, mert egyrészt itt zeneileg is nagyon-nagyon büszke vagyok, azért ez egy olyan beat lett, főleg ahogy a Fanninak a mintáit megvágtam és összeraktam, szóval erre tényleg úgy büszke vagyok, meg egy emlékszem, hogy ezt talán pont tavaly szilveszterkor írtam ezt a zenét, és ilyen kis visszagondolás, visszavágyódás, ilyen nagyon mély érzésekről akartam írni, és nem is kellett, hogy nem gondolkodnom, csak úgy így jött magától, de mégis volt benne egy olyan tudatos dolog, hogy például hogyha a kezdő betűket visszafele olvasod a sorokban, akkor abból így kijön az, hogy akármi is történt, én így semmit se bántam meg, hogy így alakult. Hú, ez komoly, na majd akkor ennek utána nézek mindenképpen, de biztos, hogy így van. Vissza, de hova? Előre, vissza, szembe. Ez egy ilyen körforgás, szóval nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mit jár igazán körbe ez a zene. Jó, mindenki szerintem a maga módján értelmezi. Igen, csak hogy ugye tudod, mire gondolhatott a költő, tudod, itt igazából ez a kérdés. Én úgy érzem, hogy itt nem feltétlenül akarod megadni a választ. Ez olyan, mint amikor vannak olyan filmek, aminek a vége, tudod, hogy te döntöd el, hogy most igen, de én arra gondolok, hogy én sokszor tényleg nem úgy írok szöveget, hogy így nagyon tudatosan, hanem csak így valahogy a tudatalattiból így merítek valamit, és akkor így ömlenek a dolgok, és van később jövök rá igazából, hogy így mi is van itt. Szerintem valami belső dilemmával így akadoztam, hogy például ez most akkor mennyire hagyjuk ott a real hip-hopot, és mennyire megyünk tovább, és hogy ez most tényleg bajá, vagy foglalkozzak azzal, hogy most ki mit gondol, szóval ez nem is tudom már, hogy van a szövegben, hogy igen, semmit se bánok, miért a számla, meg ismételhetetlen, mindig van új szemple, megint de felejtettem, mégis szólt hozzám, egy pillanat, mi visszaív, ha nem jutna eszembe, szóval ilyen, szerintem akárhogy megyünk tovább, ez mindig egy visszatérő dolog lesz, mert a hip-hop az egy ilyen örök szerelem. De figyelj csak egyébként, hogy mondtad, hogy mennyire hagyod el a real hip-hopot. Tehát, hogy mitől real a hip-hop? Ez mindenkinél más. De ez egy hülyeség. Igen, ezen csak szerintem mi gondolkodunk, akiket így a hallgatók folyamatosan támadnak. Szerintem itt az van, hogy Például most is hogy azzal jöttek, hogy ez már nem a forintosnak a rilsége, de hogy miért ne lenne az? A szöveg az ugyanazt vállalja, ugyanolyan kritikusan gondolkodik, és ugyanúgy meg akar valamit foglalkozni. Szerintem az van, hogyha egyszer valamit így megcsinálsz, és az így felfut, sikeres lesz, akkor így felemelik a kalapácsot, és hogyha valami egyszer már nem olyan, akkor így bám, na most akkor végre hibáztál, és megmondhatjuk neked, hogy te már elárultál minket. De tényleg, hidd el, hogy én annyi boom-bap-et kapok, boom-bap-rappet, ami mögött nincs semmi tartalom, hogy az elképesztő, és akkor az a real, mert hogy boom-bap, érted? Nem tudom, ezt igazából szerintem senki sem tudja, és igen. Mindenki. És mindenki, abszolút igen. Tehát, hogy legyünk nyitottak mások gondolataira, én ennyit tudnék mondani. 9-es szám, egy szerelem. Még itt mire valaki arra gondolna, hogy ez valami líra, valami csaj felé, az most felejts el. Honnan tudod? Én már hallottam egyébként a dalt nyilvánvalóan, de tehát aki még nem hallott ezt a számot, az hogy jön neki? Hát én úgy ültem neki, hogy nekem ez egy válasz a visszára. Hogy bármilyen meredek az út, minket egyszer lemhajt. Ez ennyi, kész hip-hop, csináljuk, ezt imádjuk. És igazából a zene is azt fogalmazza meg, hogy így a zene iránti szeretet, meg hogy mi ezt hogy éljük meg. És nem az a tipikus szerelmes szám, és egyébként szerintem pont ettől lett nagyon fain. Meg azért a szöveg is így eléggé meg van csavarva, szóval például a második verze az nagyon-nagyon ilyen rímes vezetés elég sokáig. És egyébként tök vicces volt, hogy ez volt a másik szám, az annyi minden mellett, amit előadtunk az NK-nál, amikor volt ez a meghallgatás, a pályázat élő meghallgatása, és tudod, bemondtuk, hogy akkor a második szám címe egy szerelem, és így mindenki így, és akkor elkezdtük, és így mindenki, micsoda, és akkor hoppá, ez így, ja, ez király. Már többször említetted ezt a lemezbemutató koncertet egyébként. Ez mekkora flash volt, és tehát, hogy itt tudatosan arra készültetek, hogy rap hallgatók lesznek ott, vagy bárki, aki betéved? A maga lemezbemutató, az a kezdetfiai volt utánuk, szóval nyilván tudtuk, hogy itt a kezdetfiai közönsége fog nagy részbe jönni. Igen, van már ilyen, hogy NB közönség? Szerintem van. Itt például azért volt itt szerintem legalább 300-400 ember, aki mondjuk inkább 300, aki úgy tényleg ott volt mondjuk a teremnek a felében, és így végig ott volt lélekben, és üvöltözött, és ugrált. És már azért több koncerten is így azt vettük észre, hogy gyülekeznek a zene emberek, akik ismerik a szövegeket, meg nyomják. Erdélybe például ez nagyon durva volt ezt látni, hogy emberek ott így üvöltözik, a nem unod méget, meg nem tudom, érted, nem unod még. Atya ég, de nagyon jó volt ezt látni, úgyhogy szerintem ez így alakul ki szép lassan, de hogy ott egy ilyen arc mondta, hogy tényleg az ilyen kis és őszinte bandák, azok így lassan jutnak el így a nagy közönséghez, és pont azért, mert egy nagyon egyedi saját víziót követnek, és nem alkalmazkodnak úgymond az ilyen kis trendekhez, hanem mi próbálunk egy saját utat kijárni. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy mondjuk egy-egy számba hogy belehúzunk olyan elemeket, amik mondjuk most is futnak, csak mi más oldalról fogjuk meg szerintem. Mondtad ezt, amit mondtál, itt arról is volt szó, hogy 9 éve nyomjátok. Ugye általában a 10-es szokott lenni, 10. év szokott lenni a vízválasztó. Reménykedsz azért benne? Ezt mert többen is mondták rajtad kívül, érdekes. Nem tudom, mármint, hogy mit jelent az, hogy vízválasztó, hogy jövőre majd ott leszünk minden fesztiválon? És hát, vagy majd jövőre eladjátok magatokat, és tényleg minden fesztiválon felléptek, ugye minden zene, csatorna és rádió titeket játszik majd, ugye, tehát, hogy itt inkább arra gondolok, hogy ha kimész az utcára, akkor mondjuk 10-ből 5 ember tudni fogja, ki ez az NB. Hát és ez nekem mitől lesz jó? Hát nem. Tudod te, hogy ez mitől jó? Tehát, hogyha mondjuk, de tudom, hogy neked nem az a célod, hogy téged ismerjenek, hanem neked az a célod, hogy a zenédet szeressék. De a kettő az nagyon összefügg azért. Nem tudom, nekem a szakmai elismerés az mindig sokkal fontosabb volt. Ezért jártam versenyekre is régen, azért akartam megmutatni azoknak, akikre én felnézek, vagy hallgattam régen, hogy akkor na, én ilyet csinálok, és hogy mit szólnak hozzá. És azért most itt a lemezbemutatón is az volt, hogy érted, a kezdetfél közönség azért egy nehéz azért. Ott azért nézte, voltak számok, ahol ők nyilván nem értették, és így nem is baj, de hogy például ugye a koncert után azért így a kezdetfél, amikor így azt mondja, hogy király volt, akkor ez egy ilyen, na nem áll. Értem, de pont ezért kérdeztem, hogy van-e NB közönség, vagy hogy milyen közönségre lehetett ott, akkor mivel lehetett ott számolni, hogy hogyha van, tehát akkor ezek szerint akkor nem úgy indultatok oda, hogy hú, most itt... Nem, sőt, hát itt a terem első fele húzta a másodikat magával, ez volt a jó, de egy például a Fish koncerten ott ez volt, ott a teremnek mondjuk a 80% a Fish rajongó volt, és totál nem tudták, hogy mi lesz, de aztán mégis jó vége lett, vagy például a Budapest Parkból úgy álltunk ki 8000 ember elé, hogy ott tudtuk, hogy ott a Punaninak a hallgatósága van igazából. És mégis az volt, hogy utána visszajöttünk, és így a punanisok néztek, és mondták, hogy az durva, hogy amióta ők zenélnek, sose volt olyan, hogy az előzenekart nem punaniszták volna le a színpadról. És hogy most meg mindig azt láttuk, hogy mindenki vagy ugrál, vagy így néz, így elfelejt innen söréből, és csak jár, hogy mi ez, úristen, ez atom jó. Az jó, amikor ilyen fura pillantáson is így nem, az a legnagyobb. Nagyon jó volt. Igen. Meg tudsz ragadni egyébként így egy karaktert így a színpadon, vagy figyeled a közönség egy-egy elemét, vagy te úgy nézel, hogy közönség, full minden. Nem, mindig vannak vicces pillanatok. Hát a parkban például voltak emberek, akik mondjuk a kell egy számból tartottak ilyen izéket, szövegrészleteket, ilyen nagy papíron. Meg a én kérek elnézésben, meg ilyen simán, mi a felelet, ez tök kemény. Ilyenkor egyiket oda mész, vagy ők jönnek oda a koncert után, és akkor megköszönöd nekik ezt a flashmobot, amivel itt készültek? Persze, meg hát mikor, hogy szóval most például a hajón azért nem nagyon tudtam, úgy ott egy-két embernek így adtam pacsit nyilván ott elől, de hogy nem tudtam, hogy kiszabadulni, viszont most legutóbb Pécsen például így az utca közepén nyomtuk, és ott meg az volt, hogy mindenkinek a képébe másztam, és akkor így nyomtuk a rappet, és ez nagyon király volt. A végére így megtelt az utca, így körbeállt minket. Na igen, egyébként ez tök jó, nekem nagyon jó volt nézni ezt az utcafesztivált, nem tudom mi volt ennek a hivatalos neve. Pécs City Karnevál. Világos, tehát akkor mondjuk egy ilyen utcai megmozdulást, ahol tényleg az van ott, a képen arra jár. És nekem jó volt látni ezt a felszabadult NB-t, aki már nem az, akit én megismertem. És ezt nem rossz értelemben mondom, de tényleg, akit én megismertem, akkor azért hát ilyen kicsit visszahúzódó volt, meg itt olyan, de hát akkor is úgy előszerette magát adni, de azért nem így, meg nem ilyen lazán, meg így, tehát tényleg így, hogy leülne a néni mellé, és akkor egy kicsit neki reppelni. Tehát, hogy ezt nekem nagyon jó volt látni. Ez igen. Érzed magadon ezt a változást, amit itt így megfogalmazok? Érzem, meg értem meg. Én alapból úgy kezdtem ezt az egészet, hogy ilyen önterápiás jellemmel szóval én ki akartam írni dolgokat magamból, és ezáltal úgy jobb kedvem lett, és ha ezt elő is adhatom, akkor még jobban ki tudom adni magamból, és igen, ezzel folyamatosan így fejlesztem magam, úgymond. Hát reméljük, hogy van még hova fejlődni. Mert azért az se jó, hogyha valaki azt mondja, hogy na most igen, most aztán hátradőlök, és akkor meg vagyok. Nem. Semmiképp. Jó, beszéljünk kicsit a másik projektről, ami már nem is feltétlenül annyira a tiéd, ez a rimbiózis. Most akkor mondjuk el azt, hogy hogy állsz te és a rimbiózis? Úgy állunk, hogy ma is találkoztunk konkrétan, és beszéltünk egy projektről, de hogy én megmondtam a srácoknak, hogy én benne akarok ebbe ugyanúgy lenni, de ahogy már előbb is beszéltünk erről, én nem tudok úgy szöveget írni, hogy ők. Szóval hiába dobnak be egy témát, amire egyszerűen nekem nem jön. Ők meg nagyon sok szöveget tudnak írni folyamatosan. Ezért én mondtam, hogy bocs, de én inkább akkor zenékkel szállok bele ebbe az egészbe. És most a legutóbbi lemezen nem volt sok zeném, sőt, nagyon kevés volt, de azt mondtam azért, mert akkor indult el az egész közös munka a kiadóval. És akkor egyszerűen nem volt időm, meg a költözés, meg a minden miatt így nagyon elvett az időmet. De most, hogy csinálunk következő lemezt, már pedig csinálunk, akkor ezzel fogok foglalkozni, úgyhogy lesz. Tehát akkor itt arról van szó, hogy itt a srácoknak a tempója az magasabb, mint a tiéd egyébként, és mondjuk neked, tehát ők nyilván főképp ezzel foglalkoznak, bár most mindenki beindult a szólózással kapcsolatban is. Tehát, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy nézetbeli különbségek vannak, hogy bármilyen ellentét lenne. Nem hiszem. Ezt fontos letisztázni, mert én már hallottam ilyen hangokat is. Nem hiszem, de figyelj, amúgy is nagyon mások vagyunk, szóval itt azért a rédei tesók azért, nekik megvan a saját kis világuk az Arton és alatt. Szóval nyilván a Gegel, meg mondjuk én állunk közelebb így egymáshoz olyan szinten, hogy hasonló dolgot csinálunk, meg utána talán a Gegel az egyetlen, aki ezzel úgy tényleg úgy aktívan foglalkozik, és tudja, hogy mit szeretne. Úgyhogy igen, azért ezt így nehéz összeegyeztetni, meg úgy, hogy mindenkinek közben van melója, vagy tanul, vagy csinál valamit, szóval igen, nehéz összehozni így ezt a ezt a projektet, de rajta vagyunk. Itt a szólózás egyébként erősíti a csapatot? Vagy talán gyengíti, mert inkább mindenki a saját karrierére jobban figyel? Nem tudom, meg most nem hiszem, hogy abból a szándékból csinál mondjuk az Arton egy lemezt, hogy majd ő ez ilyen nagy karrierépítést szeretne. Inkább csak, hogy ő ezt így ki akarja próbálni, és miért ne? Én azt mondtam neki, hogy ja, sőt, én vállalom is, hogy megcsinálom a kis lemezét, úgyhogy én azon is dolgozok most, és egyébként nagyon szeretném, hogyha a Gábor is egyszer rávenné magát, és csinálna egy lemezt, mert azzal az egész ország jól járna. Gábor a Lot. Úgyhogy Lotot innen is bíztatjuk, hogy nyomassad. Haver, visszatérve a Rimbiózis lemezre, kapott ez elég hype-ot? Eljutott ez oda, ahova el kéne jutnia? Nem tudom. Mennyit foglalkoztál ezzel a részével egyébként? Vagy te tényleg csak azzal foglalkoztál, hogy a te néhány szövegedet megírtad, van azért rajta egy-két beated, és ennyi? És azt, hogy elengedted? Én amúgy sem, én a saját zenémnél sem foglalkozok ezzel, hogy majd ez hogy merre jut el, vagy miért. Én csak úgy megcsinálom, és aztán gondolkozok előre, hogy mi legyen a következő. Akkor ebben segít a kiadód egyébként. Persze. Jó. Meg hát ők értenek hozzá, én nem. Tudják, hogy merre kell lépni. Igen, az sem mindegy. Na, de akkor visszatérő Rimbiózis történetre, most jön egy új klippetek, ugye Mi az irány című dalhoz. Így van. Ami egyébként számomra nagyon hasonlít a belépő lemezes NB dalokhoz. Tényleg? Hát én csináltam a zenét, szóval nyilván amiatt. Meg ugye itt azért élő hangszerekből dolgoztam, és egyébként ja, nekem ez a kedvencem erről a lemezről, szóval ezen dolgoztam így a legtöbbet, meg úgy, amikor kész lett, akkor azt mondtam, hogy na, ez nem is olyan rossz. Ilyen gyakran van ilyen, vagy viszonylag ritka, hogy azt mondod, hogy na, tényleg ez jó? Na, ritkán. Ah. Igen, ez a rossz maximalizmus. Nekem nagyon-nagyon... Emiatt van egy nagyon sokat késnek dolgok, mert én még akarom csiszolni, én még foglalkoznék vele, hogy nem dobnám ki. Tudunk már pontos dátumot a klippel kapcsolatban, vagy nem mersz, mert a szokásos csúszás is bármilyen. Jobban járni, neki nem mondok. Aha, értem. Jó, oké. De hamarosan az mit jelent, hogy 1-2 hét, 1-2 hónap, 1-2 év... Nem tudom, még ebben az évszázadban kijön, az biztos. Oké. Ezzel talán nem lősz mellé. Jó, a másik track, amivel egyébként fontos szöveget írtál te is, és szintén a te beated, a Trollok harca. Igen. Hát ez egy olyan szöveg egyébként, amit mindenki azt mondja, hogy hát ez mekkora, és nagyon kevesen veszik észre, hogy ja, hát ez igazából én vagyok. Lehetséges. Egyébként ez is sőt, ez még azt hiszem a mixtape-re készült volna. Igen? Azt hiszem, hogy onnan maradt ki, már nem tudom, hogy miért, és akkor átdobtam a srácoknak, hogy mit szólnak hozzá, és igazából tudod, mindig úgy próbáltunk rimbi dalokat írni, hogy mindegyikben mondjuk legyünk 2-3, szóval hogy nem mindenki, ne legyen túl hosszú, ezt így beküldtem, és mindenki rappelni akart rá, és mindenki 16 sor, és ettől lett ilyen majdnem 5 és valahány perc a zene, szóval ilyen nagyon hosszú, és... Ja, jó lett, szeretem, meg annak a beatje ilyen nagyon húzós, úgyhogy én azt el tudom hallgatni loopon sokáig. Abszolút jó, és az az igazság, hogy nekem a másik műsoromban, a Gól terápiában is beszoktam azt pakolgatni, és már jött vissza ilyen focis körökből is, hogy te, ez tök jó, meg hogy igazából ezt lehetne akár 1-2 szurkolóra is egyébként alkalmazni. Igen. Úgyhogy igen. Viszont most megyünk tovább egy zenével, jöjjön a belépő lemezedről a Filterek, aztán folytatjuk MB-vel. Ez itt a Rap Terápia FM 92.4 Maxi Rádió. Hát sokatszor hallom ezt a számot, már jó, nyilván ahhoz képest, de nálatok már többször hallottam szerintem, és hát arra is azt tudom mondani, hogy brutál jó, úgyhogy abszolút NB1-es lett, ugye? Yeah, köszönjük szépen. Na és akkor most jön az a blokk itt a Rap Terápiában, amit egyébként egy pár adással ezelőtt indítottam el, a világ a rappelődők szemével. Te egy Rap Terápia hallgató vagy NB, ugye ezt mondhatjuk. Jön. Tetszik ez a blokk neked? Igen. De nem félsz tőlem, hogy most ezt így beállítalak egyébként? Ide? Nem, én attól félek, hogy hülyeséget mondok. De egyébként nagyon tetszik, hogy így idézetekből, és hogy mit gondolunk róla. De mivel az én esetemben nagyon nehéz lesz, mert mint mondtam, én általában úgy örök szöveget, hogy csak így jön, és nem gondolkodok sokszor, úgyhogy lehet, hogy most itt lesz 1-2 meglepetés. Jó, na nézzük akkor a szövegeket. Az első az Annyi minden című dalból szedtem ki. Minél többet tudok a világról, annál kevesebb lesz. Annál kevesebbet. Ja, hogy annál kevesebbet. Igen. Bocsánat. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen olyan dolog, hogy mikor az ember elkezdi megfigyelni dolgokat, és akkor rájön, hogy ez így van, és akkor de hát ebből még ennyi dolog következik, és ez így naponta érzed magadon, hogy hogy hú basszus, tényleg minél többet tudsz, annál kevesebbnek érzed a saját tudásodat? Nem napról napra, de igen, szóval mondjuk mindig ilyen fordulópontok vannak, amikor azt hiszed, és aztán mégsem, és így az egész egy ilyen végtelen folyamat. Ez miben nyilvánul meg egyébként? Vagy ezt csak így beleírtad, mert így kellett ide, vagy ez tényleg így nap mint nap éled? Vagy nem is nap mint nap, de így időszakosan? Szerintem mindenben erre rájön az ember, szóval elsősorban én mondjuk, amikor elkezdtem tényleg hangtechnikával foglalkozni, és hogy én mondjuk szeretnék mondjuk egyszer hangmérnök lenni, ami nem hiszem, hogy valaha be fog következni, mert legalábbis nem merném annak csúfolni magam majd, de hogy itt is az van, hogy amikor úgy belássa az ember magát, és aztán rájön, hogy abból még 6 millió dolog következik, és nincs megállás szerintem sehol, semmiben. De amikor ezt írtam, akkor pont mondom, kint voltam világ végén egy ilyen kis szigeten, és így előttem az Atlanti óceán, és így gondolkoztam a dolgokon, és így arra jöttem rá, hogy nem tudok semmit. Jó. A következő a LOL-ból lett kivéve ez a sor, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan látod ezt a sort. Ez így van, hogy te is add ki a hangod, ha veled a szó. Itt ez azt jelenti, hogy mondd el a véleményed, hogyha van véleményed, de ha nincs, akkor kus. Nem hiszem, hogy ha nincs, akkor kus. Szerintem, hát hogyha van mondani valód, akkor mondjad, igen. És hogy akkor, de ugye egymásból következnek ezek, hogy add ki a hangodat, ha lekezelte, és add ki a hangodat, neked ez jó, szóval így, igen, hogy így reagáljunk dolgokra, meg hogy így mondjuk ki. Ez egyébként kicsit megint a mai kifakatásom jön elő, hogy ez kicsit rávetíthető a zenére, és hogy persze, csinálj tök jó zenéket, hogyha akarsz valamit mondani, de hogyha nem, akkor inkább ne. Hát igen, de hogyha veled ez szó, hogyha van tehetséged hozzá, akkor igen. És téged milyen gyakran keresnek meg úgy, hogy figyelj már, meghallgatnál a zenémet, adnál tippet, adnál tanácsot, vagy egyről elkerültek az ilyen arcok? Nagyon sok ilyet kaptam, de most már az a baj, hogy ugye Facebookon én eléggé nem vagyok úgy aktív, szóval így a leveleket már úristen, nem is tudom, mikor nyitottam meg utoljára, hogy ott mennyi minden van, úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy most emiatt tök sokan megsértődnek, hogy valamikor elküldték nekem a szövegüket, és nem reagáltam rá. Volt egyszer olyan, hogy odajött valaki a Dürer kertbe hozzám, hogy te rohadék nem igazoltál vissza Facebookon, és így... Jój! What? Én mondom, ez jó ég, mi van ezekkel? Mindegy, de egyébként úgy, amikor éppen úgy elém kerül egy, akkor úgy szoktam reagálni, meg hallgatni, meg úgy keresem mindig a jó dolgokat. Világos. Akkor pont ehhez csatolódik egy másik szövegidézet, ez az Én Világom című dalból. Ez inkább egy vágyalom, de ezt el is mondtad előtte, hogy a magyar rap összefog péniszméregetés helyett. Igen. Ez egy utópia, igen. Igen, tehát, hogy... Na jó, de egyébként nem ennyire botrányos a helyzet, szóval azért most is vannak olyan nagyon-nagyon jó dolgok, például az, hogy a Secret Reality az egy például egy nagyon-nagyon frankó dolog, hogy ott akkor összegyűlünk, és graffiti és DJ-k, és MC-k, és együtt, és já. De te látsz egyébként őszintén valós esélyt arra, hogy tényleg itt lesz összefogás? Tehát kell egyáltalán ebbe az irányba elmenni? Vagy sokkal jobb lenne az, hogyha higgadtság lenne, és nem azonnal mindenki felkapná az agyvizét bármilyen kis apróságon? Szerintem ez elkerülhetetlen, mert mindegyik, ami, ahogy most is áll, meg hogy régebben is állt ez az egész rap dolog, szóval mindig megvoltak a különböző kis bázisok, és mindegyiknek lesz egy utánpótlása szerintem, és mindegyik vonalnak van egy folytatása, akár mindegy, nem akarok neveket mondani, mindennek lesz. De egyébként a magyar rap közeg, mondjuk, hogy a másik többi nációt nézzük, akkor szerinted egy teljesen átlagos jobb vagy rosszabb? Nehéz. Nagyon nehéz. Én szeretnék a jobban hinni. Szeretnék a jobban hinni, igen. Én is szeretnék benne hinni, aztán meglátjuk. Nézzük a következő sort. A tekinteted úgy mindent elárul. Tehát, hogy nem bízol benne, nem vagy benne biztos, csak szeretnéd, hogy így legyen. Jó, a kamuflásból emeltem ki a következő sort, és ez már egy mélyebb téma. Te csak nézed a kis cicákat, mikor beáll az államcsőd. Kamuflás, figyelemelterelés. Igen, tehát, hogy sokakat elvakít a Facebook, azt látod egyébként? Nem, inkább, de amúgy igen, csak hogy itt ez a nagyon erős ilyen gag, hogy ugye itt a kis cicás videók, meg igazából nézd meg, hogy itt ezzel dobálóznak, hogy a siker mennyire a mérvadója annak, hogy hányan klikkelnek egy zenédre. Szóval, hogyha már 1 millió nézik a YouTube-on, akkor te igenis vagy valaki, és jó az, amit csinálsz. De hogy igazából miért a kis cicát, amelyik repül az űrben, azt is 5 millióan látták. És akkor érted? Mennyire mérvadó akkor a megtekintés? Számít, de szerintem sokkal jobban számít, hogy az mondjuk élőben hogy megy, vagy nem tudom megfogalmazni, nem hiszem, hogy ez számítana igazán. Na, de te egyébként messze nagyjából elmondtad, hogy oké, hogy vannak lájkok, meg mit terem én, de számodra fontosabb mondjuk egy száidnak a lájkja, mint mondjuk 500 random emberé. Igen, persze, hát a szakmai elismerés sokkal fontosabb, de itt például volt a Budapest Parkban, például ott a szervezők nyilván meghallgattak minket, hogy azért mit raknak ki oda színpadra, és utána nekem egy olyan speech-et előadtak, hogy mekkora királyság az, amit mi csinálunk, és érted, az ő szempontjukból, hogyha így nem ismertek volna meg minket, vagy nem tudom, ott van a, mit tudom én, alig 5000 lájkos Facebook oldalunk, nyilván azt mondják, hogy úristen, ezt így hagyjuk a fenébe, és hívják a 300 000 lájkos Facebook oldalt, ami meg, hát érted, szóval így, az is kérdés egyébként, hogy egy-egy ilyen oldal hány ember tud megmozgatni, mert vannak olyan 300 000 lájkkal rendelkező oldalak, amik egyet se. És vannak olyan 200 lájkkal rendelkezők, akik meg 150-et, érted a különbséget? Igen, de nyilván ezek a ilyen vidéki klubok lehetnek, ahol ilyen alapján szűrik az előadókat, és nyilván erre úgy biztos megvan rá a kereslet, szóval... De te már futottál bele ilyenbe, hogy ám itt akarsz itt az 5000 lájkoddal? Nem. Nem? Nem, mert figyelj, akárhol voltunk, ott nem ezt nézték, hogy rá gyorsan rákerestek, hogy hú, 5000 lájkja van, akkor őt nem hívjuk vissza, hanem így meghallgatták a műsort, és azt mondták, hogy atya ég, ebből még szeretnénk. Ja, világos. Ez fontos lenne egyébként, hogy ne a számok alapján ítéljenek egyébként. A parti szervezők se. Na, nézzük a következőt, a filter, kicsit ide kapcsolódik egyébként. Eljön akkor, mikor kilépünk a filterek mögül. Biztos? Persze. De te ebbe tényleg hiszel egyébként? Persze, én már lehet, hogy nem fog élni akkor, de... de... Akkor ez annak köszönhető majd, hogy a mostani világ teljesen megszűnik és megváltozik, vagy itt abba bízol, hogy az emberek fölébrednek, és a selfie értéke leértékelődik, és a valódi értékek meg felértékelődnek? Hát szerintem ez egy körforgás, úgyhogy előbb-utóbb, én hinnék benne, hogy egyszer ez is eléri a tetőpontját, és aztán megborul, és aztán elindul valami újabb hülyeség, de nem tudom. De az újabb dolog az biztos, hogy jobb lesz, vagy ahogy te mondtad, újabb hülyeség lesz. Passz. Aha, kiderül, okay. Igen. Jó. Oké, még van egy utolsó sor, szintén a filterből. Egy proli szöveg tegnap, amit mégis versnek hívnak. Itt én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen belerugás a mainstream világba, vagy abba, hogy nem biztos, hogy felismerik az emberek azt, hogy mi a valódi kultúra. Hát ezt szerintem ebben mind egyet tudunk érteni, akik hallgatjátok, kedves hallgatók, hogy mi a véleményetek a kultúrára, akik... Na igen. Mit gondolsz, hogy ez annak köszönhető ez a kultúrsok, amiben élünk, hogy az embereknek nincs ideje valódi kultúrát fogyasztania, vagy nem találnak rá, vagy egyszerűen nem is érdekli őket? Nem tudom, tök jó lenne ezt így kideríteni. Lehet, hogy egyszerűen nincs igény rá talán, és másrészt meg lehet, hogy nincs is idejük rá. És mi meg, illetve akik meg szolgáltatják mondjuk a médiát, azok meg nem is nagyon tesznek ezért, hogy ez változzon, nyilván okkal nem tudom. Én mindenképpen teszek érte egyébként, hogy ez változzon, de mondjuk, hogyha téged kérdeznénk, hogy figyelj, akkor számodra mi a kultúra, akkor egy példákat mondva, és ha lehet, akkor nem csak zenei példát mondva, akkor mit tudnál mondani, hogy mi az, amire érdemes figyelni, ami szerinted kultúra? Lehet itt akár nem csak zene, akár mondjuk olyan műsor, rádió vagy tévéműsor, ami érdemes figyelni, akár egy könyv, tényleg akár a költészet szempontjából, vagy egy slammer, vagy ilyesmi, bármire gondolhatsz itt. Hát, hogyha már mondjuk így a rap sztorikról beszélünk, akkor a slamre például biztos, hogy érdemes figyelni, szóval én csak így nemrég kerültem bele, meg mentem el ilyen élő slamekre meghallgatni, és így atya ég, nagyon-nagyon megtetszett. Én nem tudnám csinálni szerintem, de nagyon jó hallgatni ezeket a gondolatokat, és úgy ébreszt benned valamit, ami aztán később lehet, hogy a te munkásságodra is hatással lesz. És ezek például jók, de ilyen konkrétat nem tudnék mondani, szóval zenébe se, szóval Nyilván itt az internet terjedésével mindenkinek adott a lehetőség, hogy arra keressen rá, ami őt érdekli, és ami hordoz magában valamiféle pluszt, és de hogy ezt így eljutatni, hát nem tudom. Szerintem egyébként így azért könnyebb, de csak hogy terjed sok hülyeség a neten, így azért nehéz kivakarni így a jó dolgokat belőle. Világos, tehát mondjuk ezt mondjuk úgy lehetne tök jól szemléltetni, hogy valaki fest egy csodálatos képet egyébként, ami tényleg fantasztikus, és mondjuk, ha mindenki látná a világon, akkor elámulnának tőle, csak rá van szorva annyi szó róla, meg annyi ilyen flyer, hogy így eltakarják, és egy kicsit látszik a sarka, és ha észreveszed a sarkot, akkor ki tudod emelni a sok szó rólap alól, csak az észre kell venni. Egyébként durva, a Puzsér Robinak volt kb. Egy ugyanilyen monológia, amit most elmondtál. Az igen. Úgyhogy igen. Hát baromi nehéz helyzetben vagyunk egyébként, hát aki mondjuk a repterápiát hallgatja, az talán egyébként egy kis kultúrát is hallgat, már pedig olyan szempontból is, hogy is meghallgatunk NB belépő lemezéről egy újabb tracket, ez pedig a Vissza, ugye Tinkel, hallgassuk meg együtt. Ez itt a Repterápia FM 92.4 Maxi Rádió, ma esti vendégem NB. És lehetett NB-nek küldeni kérdéseket SMS-ben, még gyorsan megtetitek 06 35 29 055, tehát SMS és vagy Viber, illetve a Repterápia Facebook oldalán keresztül facebook.com/repterápia gyöngyös. Na és egy nagyon közös ismerősünk, akit egyikünk se kedvel, ugye Gege írt. Na, viccet félretéve. Szóval van egy nem tudom mennyire komoly kérdése. Kérdezném, hogy mi a véleménye NB-nek a trap zenéről? Az, hogy minden jó. Minden jó. Minden jó. Okay. Jó, a másik kérdése, és ez talán komolyabb, hogy melyik fitet volt a legflessebb megcsinálni, és miért? Hű, ez nagyon nehéz, mert például a spanyol úriemberrel megcsinálni azt a közöst, az egy nagyon jó volt a kísérletekről, azt hiszem azon volt. De hát mondjuk azért a Pilvakeres zene is egy hatalmas élmény volt így, úgy velük dolgozni, nem tudom. Akkor a spanyolra tippelnék, szerintem, hogy az volt a legnagyobb, de az azért, mert ez kötődött ehhez az úthoz is, meg minden, és hogy így felvenni a kapcsolatot, meg hogy egy egymás flowjára így ráérezni, és hogy nagyon hasonlítottunk igazából ebben a pörgetésben, az egy király dolog, hogy így megszülethetett ez az ám. Világos. Pap Szilvia kérdezi, Szirmai tényleg a lakótársad, és ha igen, akkor milyen figura? Laza arc, nagyon, és teljesen őrült, nem normális. Igen, tehát akkor ami úgymond látszik kívülről a Hollywood News Agency videókban, az full ő? Ne, hát egyébként ő egy ilyen nagyon, nagyon nyugodt arc, szóval ahogy beszél, az nagyon laza, és szerintem ő itt éli ki a kis őrültségét, ahogy mondjuk én a színpadon, szóval egyébként így tökre hasonlítunk, szóval érdekes. De ja, egy halál az a csávó, és ő mindig így jár kell, amikor gondolkodik egy ilyen skripten, és akkor néha így hallgatja a zenét, amit csinálok, mindig ott így bólogatunk egy kicsit, meg egyébként csinálja ezt az ávkát, szóval sokat utazik, én meg sokat tudok akkor ott hülyéskedni a stúdióba. Akkor lehet hangoskodni a stúdióban. Így van. Jó, Varga Olivér kérdezi, szia, milyen volt az Eminem koncert? Őrülten király volt, és életem legjobb másfél órája volt eddig. Ami zenei koncertet illeti, srácok. Ja, jó, oké. Ez fontos volt szerintem hozzátenni. Igen, ez fontos volt hozzátenni, igen, nehogy félreértsétek, de hát basszus, Eminemre eljutni, az nem is tudom. Szóval amikor meghallottam élőbe a Without Me-t, akkor így na ne. Ez, érted, ezt hallgattuk gyerekként a általános iskolában. Hát ne viccelj, persze. Hát ez... itt kezdődött az első ilyen magam így elvetődött, hogy akkor itt rappelünk, és ilyen, yeah. Egyébként vannak ilyen tervei a magyarországi szigetnek, hogy néhány fesztivál együtt ugye elhoznák őt Magyarországra. Tehát el tudsz képzelni olyan rap kedvelőt, aki nem lenne ott? Persze. Hát valaki nem szereti Eminemet simán. Például láttam, most nem akarok nevet mondani, akitől tökre fura volt, hogy kiírta ezt, hogy így az Eminem az így nem ár. És így mondom, mit csinál? Jó, mindenkinek nyilván hát jó, más. Hát azért nyilván mindenkinek más, de hát azért mégiscsak na. Tehát azért van egy szint, amire azt tudom mondani, hogy jó, még ha nem is a kedvencet, hogy na, hát ez tényleg rendben van. Igen. Nézd, nekem ez megért annyit, hogy kimenjek Angliába, érte, szóval... Ennyi. Vári Miklós kérdezi, sziasztok, két kérdésem lenne NB-hez. Az első, hol lehet hozzájutni az új lemezhez? Bármikor ezt elmondtuk, de azért majd. De itt konkrétan a lemezre gondolom én. Fizikai példányra? Igen. Egyelőre még nincs, de lesz. Reméljük, hogy minél hamarabban. Egyelőre csak ilyen Spotify és társain lehet az albumot megtalálni, a belépőt. De akkor lesz, mondjuk a Facebook oldalat, hogy figyeli a Miki, akkor biztos, hogy Persze, lesz infóról, igen. Okay. A másik kérdés, az AMPM szerződés nyilván sokat hozzátett a produkció színvonalához, de én még nem érzem azt, hogy az ismertségi körömben többen ismernék NB-t, mint előtte. Vársz az új lemeztől áttörés az ismertség terén, vagy nem is cél, hogy punnani szintű népszerűséged legyen? Nem cél, egyáltalán nem cél, mi más utat szeretnénk betaposni. Egyébként meg ugye a terjedését ennek a dolognak nem érzem azt, hogy nekünk ez az internetben lesz, hogy mennyire hányan fognak ráklikkelni, és hogy ez mennyire terjed, hanem ez, hogy fellépünk helyeken, és aki ott van, az utána úgy megy haza, hogy erre rá akar keresni, mert barom jó volt. Legalábbis én ezt veszem észre, hogy inkább innen szedünk össze embereket. Például ez nagyon durva, hogy Erdélybe, mikor kimentünk erre a 4 napos turnéra, ott a ottani szervező hölgyel, amikor beszéltünk, akkor ő azt mondta, hogy ő a pécsi egyetemi napokon hallott minket valahol, ahol egy folyosón léptünk fel, érted? Az kemény. 3-an voltunk még akkor, nem is a nagy zenekar. Csak így, érted, egy olyan fellépésen, ahol emlékszem, hogy maximum 20 ember lehetett. És ott volt ő, aki aztán így megszervezett nekünk egy erdélyi turnét, és így több 100 embernek zenélhettünk odakint. Hát minden esetre egyébként tényleg néha olyan dolgokból nőnek ki olyan palánták, virágok, hogy az elképesztő. De visszatérve egyébként a Mikinek a kérdésére, hogy ettől függetlenül áttörést azért vársz, hogy nem punani szintűt? Hát valamennyit várok azért, hogy pont azért, mert dolgoztunk sokat ezen a lemezen, és egy ilyen sokkal érettebb cuccnak érzem, és hogy kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a visszajelzések és a kritikák úgymond nyilván, de hogy ilyen bomba sikert, hát nem tudom, annyira azért nem várok ettől. Meg mindig azt érzem, hogy a következő lemez mindig jobb lesz, és már gondolkodok azon, hogy a következő mivel lesz jobb, és hogy ezeknek a hibáit még hogy lehetne jobban kigyomlálni. Na és akkor a repterápiáról visszatérve, a mostani adástól elindul egy teljesen új blokk, ez egy ilyen rövid vagy kérdése lesz, amivel dönteni kell az aktuális vendégnek, mindig ezzel fogjuk mostantól zárni a repterápiát. Ugye Endit már felkészítettem arra, hogy ezért készüljön fel, itt nem biztos, hogy olyan könnyű lesz mindig dönteni. Mehetünk? Menjünk. Oké, Breaking Bad vagy Westworld? Breaking Bad. Oké, szöveg vagy flow? Mindkettő. Ó, hát ez gonosz, hát ilyen, na mindegy. A kérdés is gonosz, de akkor... Abszolút, a többi még gonoszabb lesz. De akkor flow, mert abból következhet a szöveg. Oké, Krúbi vagy Luke Benz? Nem ár, ilyeneket nem ár. Ez gonosz. Persze, hogy az. Mindkettőt szeretem, csak más miatt. Nem tudom, hát akkor most komolyan mondanom kell egyet. Hát egyet, igen. Jó, akkor legyen a Luke Benz, de azért, mert őt régebb óta ismerem. Ennyi. Kopikon vagy Maszkura? Kopikon. Eminem vagy Grammatik? Menj már innen. Jézusom, jó, még a Dr. D-t raktad volna mellé, hogy még rosszabb lenne, de most innen már Grammatik akkor. Hoppá, ez meglepő, de oké. Talán ez az egyik leggonoszabb. Beat Projekt vagy Triek? Hát, Triek. És akkor most jön egy nagyon gonosz. Wolfi vagy Said? Jaj. Akkor... Jézusom, nem tudom, mindkettő, de nem árt. Jó, oké. Itt elfogadok, hogy nem árt. És utolsó, Obi-Wan vagy Yoda? Bocsaik. Jézusom, Yoda. Hú, itt néha úgy érzem, hogy ha 10 perc múlva kérdeztem volna meg ezeket a vagy-vagyokat, akkor nem biztos, hogy ugyanezeket kaptam volna válaszként. Na mindegy, jó. Nem tudom. Oké, nagyon kemény volt, nagyon nehéz volt itt az a vagy-vagy. Nem annyira. Jó. De egy-két ilyen nem árt, szóval... Jó, magyar rap csapatok között így dönteni például, vagy... De muszáj, tehát ettől fogja felkelteni a hallgatónak a figyelmét. Ja. De hát most a Grammatik például az nekem az én zeneiségemhez sokkal többet ment mondjuk, mint az Eminem, aki tök más miatt, szóval. Persze tudom, és tudom, hogy neked fontos mind a két szereplő, azért választottam ezt a két nevet, azért tettem egymás mellé. Jó, hát viszont ami nem ár, az is nem ár, hogy nem ár vége a repterápiának, viszont jövő héten itt lesz a Punchlines csapata, Nickname, Ziál, Fakapó és Zsilinszky Márk lesz itt a stúdióban, úgyhogy totál őrültség lesz, készüljetek föl arra, azt hogy... Mindenképp hallgassátok, igen. Mindenképp. ahogy szoktátok, és hogyha természetesen YouTube-on hallgattok, akkor a feliratkozás mindenféleképpen nyomjátok meg. Én nagyon szépen köszönöm, itt voltatok velünk, még egy dallal búcsúzunk a belépő lemezről, Egy szerelem a szám címe. Andy, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!